A Nemzeti Liberális Pártnak van a legerősebb jelölt listája az európai parlamenti választásokra, állította Ludovik Orbán a pénéli elnöke azon a sajtótájékoztatón, amelyen a listán szereplők neveit ismertették. A lista élén azonban nem politikus, hanem egy újságíró áll, aki leginkább a szélsőséges magyar ellenes kirohanásairól ismert. Sajtótájékoztató keretében ismertették a Nemzeti Liberális Párt jelölt listáját a májusi európai parlamenti választásokra. A lista élére meglepő név került, az a Rár és Bogdán, aki a napokban még a Realitatea TV műsorvezetőjeként tevékenykedett. Ebben a minőségében többször kapott bírságot az Országos Audiovizuális Tanácstól elfogultság és közösség elleni úszítás miatt. Némely adásában az egykori Nagy Románia párt által is elérhetetlen csúcsokra vitte a magyar ellenes hangnemet és mocskolódást. A tájékoztatón elhangzott beszédében a volt műsorvezető most is összemosta a kormánypártokat és az RMDSZ-t, noha utóbbi nem a kormány tagja. Mostantól azért harcolunk, hogy a PSD, az ALD és az RMDSZ térden csúszva hagyja el a kormányzást. Nincs mit keresniük többé ennek az országnak a vezetésénél. Túlságosan sok ideje üznek csúfot a románokból. Rár és Bogdán jelölésével a Nemzeti Liberális Párt tovább tolódott a nacionalista szélsőjobb irányába, amely Ludovik Orbán elnöksége alatt kezdődött meg. A liberális pártvezér beszéde jól illusztrálta a madara tolláról kezdetű magyar szólást. Rár és Bogdán este un adevărat campion. Rár és Bogdán valóságos bajnoka a hazugság, a félretájékoztatás, valamint a visszaélések elleni küzdelemnek. Este omul care când toți ceilalți spuneau minciuni. Ő az az ember, aki, amikor mindenki hazudott, volt bátorsága kimondani az igazságot. Az az ember, aki önmaga kímélése nélkül a közjó szolgálatába állította minden képességét. A Nemzeti Liberális Párt jelölt listájának további bejutónak számító helyein olyan nevek szerepelnek, mint Mircea Hava, Siegfried Mureșan, Vasile Blaga, Adina Völian, Daniel Buda, Dan Mutrianu, Gheorghe Falcă, Cristian Bușoi és Marian Jean Marinescu.